Molnár János Berekfürdő polgármestere a község gyógy- és strandfürdő szezon zárásáról és a további tervekről beszélt. Üdvözlöm Molnár János Berekfürdő polgármesterét. Milyen szezont zárta az idei évben a berekfürdői gyógyfürdő? Attól függ, melyik időszakot nézzük. Ha nagyon optimista képet akarok festeni, akkor azt mondom, hogy jó szezonunk volt. Ez a júliustól kezdődő időszakra vonatkozik, amikor a pandémia gyakorlatilag pandémia miatti megkötések teljesen felszabadultak, tehát azok megszűntek. Az megjelő időszak az is elég egyértelmű, az még nagyon rossz. Tehát ha így nézzük, akkor elég vegyes a kép. Egy nagyon rövid időszakunk volt, amikor teljesen zárva volt a fürdő. A pandémia alatt azért próbáltuk, amikor lehetett, akkor a gyógyászatot azt működtetni. Ez csak azért működött, hogy akiknek szüksége volt rá, és nem tudom másképp mondani, hogy megvolt a bátorságuk, és felelősen el tudtak jönni, azok el tudjanak jönni gyógykezelésre. Nyilván minden előírást betartottunk, ami azzal is járt, hogy jóval kevesebb vendéget tudtunk fogadni adott időben, mint egyébként. Tehát emiatt is kevesebben jöttek, de sok emberben megvolt az egyébként nem alaptalan félelem és óvatosság. Ez miatt is kevesebben jöttek. Tehát ez az időszakunk egyáltalán nem volt nyereséges, igen, messze volt a nyereségességtől, viszont úgy döntöttünk, hogy mégiscsak csinálni kell, hiszen a dolgozóknak is kellett egyrészt kellett a munka, másrészt lelkileg is egészen más az, hogy otthon kell ülnöm kényszerből, és várom, hogy mikor lehet menni dolgozni, vagy pedig csinálhatok valamit, valami értelmes dolgot. És nyilván, akik rászorultak, azoknak pedig fontos volt, hogy legyen gyógykezelés. Tehát ez volt a pandémia időszaka, és de ahogy mondtam, hogy július, gyakorlatilag július elejétől, amikor minden kötöttség megszűnt, onnantól kezdve jó nyarunk volt. Tehát a július, augusztus, szeptember 3 hónap az jó volt, ami azt jelenti, hogy jobb volt, mint a tavalyi, de a pandémia előtti, tehát a 2019-el záródó időszak, azt megjelő időszak, azt még nem értük el. Azt még nem értük el, sem a fürdő látogatottságában, sem a vendéglátásnál, az itt töltött vendégészakák számában, de mindenképpen biztató a jövőre nézve. Ez nyilván a pandémiának köszönhető, ugye amiről polgármester úr is beszél, de a belföldi turisták maradtak esetleg, vagy a belföldi turistákból maradtak el, vagy a régebben, ugye a 2019-es évet megelőzően a külföldről érkező közül vonzott? Hát ez vegyes, így van, a pandémia miatt volt ez. Vegyes azért, amikor lehetett, a külföldiek óvatosabban, de jöttek. És talán jól mondom, hogy elsősorban lengyelek, akik nagyobb mennyiségben jöttek, mint amennyien... Tehát lengyeleknél van egy folyamatos felfutás lengyel turisták számában, így tapasztaljuk. Ez most is tapasztalható volt. De jöttek más területről is azért külföldiek. Kempingezni is, és egyéb szálláshelyekre is. Melyek a jövőbeli tervek, nyilván itt a 2022-es szezonra gondolunk? Hát a legnagyobb tervünk az, hogyha jó szezonunk van, akkor kicsit szedjük össze magunkat, mert a pandémia időszak, amikor zárva volt a fürdő, az gyakorlatilag minden tartalékunkat elvitte. Még azokat is, amiket beruházásokra vagy egyébre szántunk, hiszen nem küldtünk el dolgozókat, fontos volt, hogy megmaradjanak, és hosszú idő volt ez. Tehát most a legfontosabb tervünk, hogy ismét kicsit megerősödjünk, de mindenképpen kell, és csinálunk is kisebb beruházásokat. Most már elkezdődött az, amíg az időjárás engedi, hogy gyakorlatilag a jövő tavaszra készülünk, a jövő szezonra készülve, medencék egy részét újítjuk fel, ami rászorul, illetve a kempingben, főleg faházaknál csinálunk olyan felújításokat, javításokat, amik szükségesek. És aztán sok apróságot is, amiket
részben észreveszünk, részben a vendégek is jelzik, és ez is fontos mondani, hogy ez nekünk jó, hogyha vendégek is jelzik ezeket, hiszen az ember nem mindent vesz észre, illetve más, minden más vendégként, ezt más oldalról is tudom, hogy az ember benne lakik valamiben, vagy használja, akkor más, mintha csak úgy tulajdonos szemével, akármilyen gondosan is szétnéz. Tehát azok a visszajelzések, ezek megvannak a vendégektől, hogy mikre kell figyelni. Itt egész apró dolgokról is lehet szó, hogy esetleg lötyög egy akasztó, vagy fogas, vagy valahonnan hiányzik valami, ilyeneket is. De a nagyobbak, mondom, a medence felújítások, illetve a kempingben a faházaknak a felújítása, javítása. Ezek vannak most tervben.